A nagykanizsai származású zeneszerző szülőházánál, valamint a zeneiskolánál is helyeztek el koszorút a jubileum alkalmából a megemlékezők. A nap végén a református templomban tartott koncerten több Farkas Ferenc művet is hallhatott a közönség. Novinics Kármen, a megemlékezés szervezője azt mondta, a zeneiskola összes tanára és hallgatója büszke arra, hogy intézményük Farkas Ferenc nevét viseli. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Farkas Ferenc Nagykanizsán született, nagyon szeretjük tanulni a darabjait, a növendékek is nagyon szeretik, és ezért ezzel a hangversennyel és ezzel a mai nappal emlékezünk a 110 éves évfordulóra. A koncertnek helyet adó református templom lelkésze azt mondta, a koncert a megemlékezés mellett az adakozást is szolgálja. Van egy célja ennek a mai estének, amellett, hogy találkozik a zeneiskola, találkozik a zene művészetet szerető közönség és a zenészek, találkozunk egymással, amellett van egy nagyon-nagyon nagy fontos cél, és pedig az, hogy segítsünk olyan rászoruló gyerekek családjainak, akiknek az ünnep és a környékén lévő idő azért elég nehéz. Az összegyűjtött bevételt és az adományokat idén is a város egyik óvodájának rászoruló gyermekei részére ajánlotta fel a gyülekezet és a zeneiskola.